Okay. Repülő palackok és petárdák, egymás taposása. Kezdetben még csak ez jellemezte a Kossuth téri tüntetők frontvonalát szerda este. A rendőrök többszörös sorfallal próbálták megakadályozni, hogy a tömeg megrongálja a parlament épületét. Az M1 felvételein jól látszik, ahogy néhány hangadó látszólag jól szórakozva folyamatosan, erővel a rendőröknek lögdösi a demonstrálók első sorait. Közben tráger szavak kíséretében buzdítják egymást arra, hogy még nagyobb erővel feszüljenek a sorfalnak. Többen is azt szorgalmazták, hogy törjenek be a parlamentbe, és idézem, hozzák ki a koronát. A tüntetők a Kossuth téren felállított karácsonyfát és a körülötte álló szánkókat sem kímélték. Ezen a felvételen jól látszik, ahogy megpróbálják lebontani a díszeket. A háttérben üvegtörés is hallatszik, a szánkókat pedig aki éri, viszi. A tüntetők végül néhányat fel is gyújtottak, de égtek a közlekedési táblák és a kukák is. A randalírozók miatt a rendőrök végül testpáncélt és védősisakot vettek fel. Stábunk felvételei jól látszik, hogy a lábuk alatt mindenhol üvegszilánk és törmelék borítja a földet. Ezeket vágták hozzájuk a demonstrálók. A BRFK közlése szerint a fokozódó agresszió megtörésére kénytelenek voltak könnygázt bevetni a rendőrök, a tüntetők azonban erre is füstgránátokat dobtak vissza.